Jó szezonja van a budaörsi asztalitani szép reményű fiataljának, Ecseki Nándor a lengyelországi utánpótlás World Tour versenyen egyéni és páros elsőséget is szerzett, júliusban pedig az olaszországi serdülő és ifjúsági EB-re megy. A sportág hazai fellegvárát jelentő budaörsi SC szakosztályvezetője Svitán Krisztina és Ecseki Nándor a vendégünk. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Nándi, és ahol kezdjük ott, tehát ugye még előtte volt bronz itthon a Budapest bajnokságon párosban, és hát ugye voltak ezek a lengyelországi sikerek. Mitől kaptad el így a fonalat idén? Hát párosban a Szudi Ádámmal értük el ezt mind a két ezt a sikert, és hát vele régen játszottam még együtt, még talán újonckorba, aztán valamiért abba hagytuk, és most idén megint elkezdtük, ugye kezdtük még az ifjúsági magyar bajnoksággal, amit megnyertünk, majd utána jött két nemzetközi, a spanyol és a lengyel, azt is sikerült megnyerni, meg hát ugye a Budapest bajnokságon ez a harmadik hely is elég nagy sikernek számít. Egyéniben, hát nem tudom, ennyire még soha nem jött ki, azt mondom, a lépés. Életem legnagyobb eredményét értem el ezzel a lengyel nemzetközi első helyjel, és csak reménykedni tudok, hogy még sok ilyen lesz. Hát ennek az okairól, hogy mitől kaptad el a fonalat, kérdeztem, hogy akarsz-e beszélni róla, mert hogy már dolgoztok pszichológussal is, igaz? Igen, pont tegnap is ott voltunk, illetve hétfőn is. Bátorfi Zoltán, az új ifjúsági válogatott edző, ő támogatta ezt az ötletet, és ő ötlete volt igazából. Szerintem nagyon sokat segít egész EB felkészülésen, tehát még jövő héten és még az utána való héten is fogunk menni. És legjobbakat tudom remélni. Krista, hogy látszik a te szemszögedből? Itt van egy tehetséges versenyzőtök, és tényleg kezd vezéregyéniségé válni. Milyennek az oka szerinted? Hát arra a kérdésre válaszolva, amit még az előbb neki tettél föl, szerintem ez összetett kérdés, hogy mitől kaphatja el a versenyző a fonalat. Nyilván én azt gondolom, hogy az alany a legfontosabb ezekhez a sikerekhez. Nándi szerintem nagyon megfelelő alany mentálisan és fizikálisan is a versenysportra, illetve hihetetlen alázatos hozzáállása van a sporthoz, és ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy egy versenyző igazán sikeres legyen, illetve hát mindig, ami nagyon fontos, az a háttér, ami nálunk ugye tökéletesen megvan a fiatal versenyzők szempontjából, illetve más csapatok szempontjából is, ugye Budaörsváros önkormányzata, illetve a Budaörsi Sportklub és annak elnöke Somjó Gergely minden olyan hátteret megteremt, ami megadja a lehetőségét, hogy ezek a fiatal versenyzők kibontakozhassanak. Na most, hogyha Nándit jellemeznék én, mint játékost, az ő asztali tenisz játékát, illetve a benne rejlő kvalitásokat és lehetőségeket, akkor erre most milyen jóslatai lennének? Hát nyilván most leginkább a jelenre szeretnénk koncentrálni, ugye következik a serdülő és ifjúsági Európa-bajnokság nyáron, most ez a fő cél, de a kvalitásokat illetően mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon jó játékos lehet belőle, abszolút azon az úton van, ami erre predesztinálja őt. És hát a Budaörsön imád most már hagyományosnak mondható jó klubszereplés, meg nemzetközi szereplés egyik oszlopa is lehet majd, nem? Igen, meglátjuk, de most tényleg a jelenre kell koncentrálni, és most mindent ennek rendelünk alá, hogy jól sikerüljön ez a nyári EB. Na és milyen a közös munka Bátorfi kapitánnyal, milyen újdonságokat kaptál tőle eddig? Csak pozitív élményeket. Csak pozitív élményeket tudok hozzákötni, nagyon jó a munka tényleg vele. Körülbelül két hónapja jött ő ide az ifjú válogatott élére. Intenzívebb edzések vannak, sokkal többet edzünk. A kondi része sokkal több, ugye van ez a sportpszichológus része. Minden nap kapcsolatban vagyunk, ha nincs edzés, akkor is hétvégente ír, hív. Tehát nagyon tényleg tökéletes, szinte lehet azt mondani. Egyébként milyen specialitásokat kell egy asztali teniszező versenyzésében, így lélektanilag elsősorban megoldani a pszichológussal? A szorongás talán a legfőbb probléma minden pingpongos fiúlánynak. Hát nem tudom, talán egyetlen szorongás, ami a legnehezebb, azt elrejteni valahogy, mert hogy kizárni a játékból szerintem egyáltalán nem lehet, mert hát mindenki izgul persze, meg remeg. Ezt lehet kezelni különböző gyakorlatokkal. Ez a vereségtől, vagy a kudarctól való félelem? Vagy? Akár az is lehet, hogy a külső tényezők hogy hatnak az emberre,
hogy milyen véleményen lesznek róla, és emiatt izgul vagy szorong. És akkor ezt a kis szörnyecskét kell eltemetni. Igen, valami ilyes. Ugye július 11-től van Olaszországban, Riva del Gardában ez a ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság. Mit vártok Nánditól, mit reméltek tőle? Igen, nagyon sok szám lesz itt, tehát csapat, egyéni, páros, vegyes páros. Igazából mindegyik versenyszámban esélyesnek számítanak a magyarok, illetve Nándi is. Ha nem is feltétlenül a győzelemre, de éremre mindenképpen. Nándinak ugye ez az utolsó éve decemberig az ifjúsági korosztályban. Szerintem nagyon jó esélye van minden egyes számban, de meglátjuk, hogy fog sikerülni csapatban. Szerintem nagyon egységes most a válogatott, az egyéni számok pedig mindig rendkívül nehezek ott bármi lehet. Tehát akkor csináltok üres helyet a vitrínbe, a klubházba. Mindenképpen, és ott a helyszínen fogjuk kiszurkolni. Hogy néz ki a te elvárásod magaddal szembe, és inkább az, hogy a különböző számok közül, már itt már említettük, hogy nagyon jó sikerült az egyén is. Szóval a riválisokat ismerve, hol van a legnagyobb esély? Hát így célokat olyan szinten nem szoktam kitűzni, hogy hányadik helyen szeretnék végezni, hanem inkább az, hogy magammal legyek elégedett, és a maximumot hozzam ki magamból, de hogyha nagyon kell, akkor én is minél több érmet szeretnék nyerni, meg hát ugye szeretnénk. Páros, vegyes, páros csapatot is nagyon erősnek számítunk. Hát a játék, vagy az ellenfeleket ismerve egy-két olyan játékos van esetleg, akivel úgy annyira nem szeretnék játszani, de hát hogyha úgy játszok, mint mondjuk Lengyelországban, akkor azért nagy baj nem lehet. Vannak mumusok? Vannak, persze. Akiknél főként vissza kell tolni ezt az izgulást? Igen, vannak, sajnos. De hát ugye én is sok, vagyis hogy több embernek vagyok a mumus, aki előttem van azok közül is. Ők se nagyon szeretnének, gondolom, velem játszani, és nekem is van rengeteg olyan. Hát nem rengeteg, egy jó pár olyan, akivel nem nagyon szeretnék összekerülni. Krisztó, ebben a korosztályban a magyarokon kívül kik a legígéretesebbek most, a legkeményebb ellenfele? Hát ahogy elnézem az utóbbi pár évet, a francia utánpótlás nagyon erős, ők mindig eléggé elővégeznek mindegyik versenyszámban, és országokból egy-egy olyan nagyon tehetséges játékos van, aki azért stabilan oda tud kerülni, de mondjuk, hogyha országot kell mondanom, akkor leginkább Franciaországot tudnám mondani. És te pedig bólogatsz rá, akkor biztos vannak ott is mumusok. Ők, velük az a probléma, hogy ők annyira nem járnak nemzetközikre, csak nem az EB-kre. És utoljára őket is a tavalyi Európa-bajnokságon láttuk, meg hát addig csak az eredményüket tudtuk figyelni, mert ők felnőtt protúrokra járnak, mi még azokra annyira nem. Esetleg még videót tudunk róluk nézni. Uh-huh. Hogy fog kinézni a felkészülés az Európa-bajnokságig? Már előző héten kezdtünk Kecskeméten, az volt az alapozás igazából, ott rengeteg kondi volt. Most vagyunk második héten, itt is még rengeteg a kondi, de már picit visszavettek, és már tegnap elkezdtük a meccsjátékot. Még lesz jövő hét, és még az utána való hét szerdáig, tehát még nagyjából két hét van. Most már egyre jobban fog csökkenni az adag, már inkább a pihenésre fogunk koncentrálni, hogy kipihenten érkezzünk a versenyre. Na de akkor pont van időd rá, hogy a foci VB-t is nézzed, nem? Mert különösen ma kell szorítani kedvenceidnek, a portugáloknak, akik már kiesés szélére sodródtak, nem? Igen, nagyon kevés az esély, de én még mindig bízok bennük. És mi lesz akkor, hogyha kiesnek Cristiano Ronaldoik, akkor az egyenes kiesés szakaszban ki lesz a kedvenc? Hát még ezt nem nagyon tudom, amelyik csapat szimpatikus. Costa Rica nagyon szimpatikus volt kis csapatként, milyen nagy eredményeket érnek el, de még majd meglátjuk. De fő az asztali tenisz, és akkor kívánok ezek szerint, mondjuk így, hogy érmeket, meg jó helyezéseket, és jó munkát nektek hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.